Ahogy Csebő Ferenc fogalmazott, az unokák zenekarra húzza a talpalávalót a bogyiszlói zenekar fennállásának 50. évfordulóján. Ezen az archív felvételen, mely Martin György népzenekutató munkája alatt készült a 70-es években, még Orsós Kis János zenekara zenélt. Ő volt a bogyiszlói zenekar szülőatya 1969-ben, aki egy tambura és egy vonózenekart olvasztott egyé. A zenekar mai vezetője Mihalovics Zsolt, az alapító unokája. Ez egy érték, ez a lélekből jövő érték, és ha ez belül megérik, akkor valóban ezt kifelé lehet mutatni, lehet táplálni az embereknek. Ugyanis ez egy olyan hagyományőrzés, egy olyan kuriózum a mi számunkra, amit itt mögöttem a táblán látható nagypapám még valamikor létrehoztak, mint egy bogyiszlói muzsika, és aztán mi nekünk, mint unokák továbbadták, és talán felénél vagyunk, hogy a 20 pár éve már mi visszük tovább ezt a bizonyos értéket, amit rákérdeztél. Úgyhogy valóban a mai napnak ez a legfontosabb közvetítése, és ezt szeretné mindenki, hogy a muzsika szeretete, a muzsikának az összekovácsolása attól függetlenül, hogy ki honnan érkezik, ki milyen nemzetiségű, cigány, nem cigány, legfontosabb itt magyar emberként, mert mi cigány muzsikusok vagyunk, de mellette kőkeményen magyar emberek. Az 50 éves évfordulóra Bogyiszlóra látogatott a szakma krémje. Olyan neves népzenészek jöttek tisztelegni az 5 évtizedes teljesítmény előtt, mint a muzsikászenekar Sebő Ferenc vagy Pál István Szalonna, aki a zenekarát is színpadra állította. Ma egy másfajta közegben, egy másfajta világban kell hozni ugyanazt a színvonalat, ugyanazt a szeretetet, hiszen minden felgyorsult, jött az elektromos muzsika. Régen a nagyöregek azért a környező bálakat muzsikálták végig, de én azt látom, hogy a Zsoltiék a mai felállással, hittel, hihetetlen kitartással ugyanazt el tudják érni. Tehát én nem voltam mostanában olyan mulatságban, ott volt a bogyiszlói zenekar, legyen a Székelyföldön, vagy egy disznóvágáson, ahol ne szórakoztatták volna az embereket, és nem mindenki úgy ment volna haza, hogy hú, ez olyan volt, mint régen. A zenekar pedig, akit én megismertem, tehát Orsós Kis féle zenekar, épp a virágkorában volt, mert akkor 50 év körül voltak már. Ők is mindent játszottak, a szerbeknek is tudtak muzsikálni, és a magyaroknak is, és bárkinek elhúzták a nótáját. De a repertoárjukban olyan régies dallamok is voltak még, amiket már máshol nem nagyon lehetett hallani. Úgyhogy az ő értékük a közösséggel együtt, ezt hangsúlyozva, az az értékük, hogy megőrizték a saját zenéjüket, és nem pártoltak el tőle, és ez a mai napig is, ez az ünnepség is mutatja, hogy ez a közösség ragaszkodik a hagyományaihoz, nem lép túl rajtuk, és egy ilyen modoros áll kultúrára nem cserélik le ezt az egészet, hanem becsben tartják a itteni, a saját zenéjüket is. A bogyiszlói zenekar az autentikus magyar népzenétben, az őseiknek a hagyatékának az ápolásában, ez az egész felelősségvállalás, ahogyan ők élnek a magyar népzene iránt, én azt gondolom, hogy minden előd ilyen utódot kívánhat, tehát büszkék lennének rájuk az őseik, ez egészen biztos. A
A Bogyiszlói zenekar fennmaradásában és sikerében múlhatatlan érdekei vannak a közösség tagjainak, akik élik a mai napig a hagyományokat, és ebben közös felelőssége van minden bogyiszlóinak. Az a jó, hogy mi itt élő hagyományőrzést viszünk Bogyiszlón, szerencsére. A fiatalok is folyamatosan bekapcsolódnak magába a hagyományőrző egyesületbe, és minden értékes számomra, ez egy kicsit ilyen szubjektív, amit mondok, értékes rendezvényt, az valahol a hagyományőrzés, a zene, népzene környékére viszünk. Ami különleges, az egyszer Bogyiszlóba rejlik, az, hogy ez változatlanul még mindig egy nagyon jó közösség. Egyformán lélegző emberek lakják, és sajátos a népzenéje, sajátos a viselete, nem olyan páváskodó, mondjuk, mint a sárközéki, de legalább olyan gazdag, és értékében legalább akkora, ami a zenét illeti. Megőrizték azokat a paraszti ízeket a népzenébe, amik még arhaikusak, amik nem koptak el még a világi használatba. És aztán a nagy szerencséje az, hogy emberemlékezet óta zenekarok működtek itt, tehát nem is egy. Tambura zenekar, vonós banda működött itt, és ezek a bandák egyrészt technikailag nagyon jól muzsikáltak, másrészt pedig megőrizték azokat a paraszti ízeket, amiket mondjuk a városi cigányzene vagy másut már kikoptak, nem tudták megőrezni. Az ünnepségen résztvevő Horváth István országgyűlési képviselő azt mondta, ez a nap a magyar kultúra ünnepe is. Mihalovics Zsolt, az együttes vezetője, meghatódottan azt mondta, reméli, hogy nagyapja büszke lenne rá és zenekarára.